Mátra Verebély Szentkút Magyarország egyik legősibb és leglátogatottabb kegyhelye. A hagyomány szerint 1092-ben Szent László király Mátra Verebély határában a kunoktól üldöztetve csodás módon átugratott egy szakadékot, és lovának patája nyomán fakadt a mai Szentkút. Az 1100-as években egy verebélyi néma pásztornak e vízforrásnál megjelent a szűzanya karján a kis Jézussal, és a jelen is arra kérte, hogy ásson utat a forrás vizének, és igyon belőle. A fiú engedelmeskedett, és visszakapta a beszélő képességét. Ennek hírére megnőtt az érdeklődés a csodatevő forrás iránt, melyet 1195-ben a Szentszék Szentnek nyilvánított, így lett a neve Szentkút. Az első csodás gyógyulás és Mária jelenés eseményét a mai főoltár fölötti mennyezetfestmény örökíti meg. Mivel az erdőben templomépítésre nem volt lehetőség, ezért 1212-ben Verebkösség részére építettek templomot Nagy Boldogasszony tiszteletére, s innen indult a körmenet a Szentkúthoz. Az apostoli szentszék engedélyezte, hogy a templom búcsújáró hely legyen. Vereb Péter erdélyi alvajda, a Hunyadi család rokona 1368-ban sebesüléséből gyógyult ki a Szentkút vize által. Hálából 1370-ben bővítette a kegytemplomot, utakat, ösvényeket vágatott az erdőben, s az akkor már több forrás levezetésére árkokat készítetett, mint egy, kialakítva a mai kegyhelyet. Sőt, 1370 körül lebontatta a verebi templomot, és újat, szebbet építetett. A Szentkútnál pedig fakápolnát emelt, ahol ünnepekkor szabadtéri szentmisét is bemutathattak. A környéken már a 13. századtól éltek pálos remeték, akik a közeli barlanglakásokban laktak. A török időkben a ferencesek lelkipásztorkodtak Szentkúton, mert a megszállók csak az ő működésüket engedélyezték. És csodák sorra történtek. 1700-ban például aranykereszt ragyogott fel a vízben, 11. Kelemen pápa vizsgáltatta ezt és a gyógyulásokat is, és valódiságukat hivatalosan elfogadta. 1701-ben a hívők ezreinek szeme láttára másodszor is megjelent a boldogságos szűz a trónján ülve, karjaiban a kis Jézussal. Ekkor is történtek rendkívüli gyógyulások. Almási János például a gyógyulásáért hálából 1705-ben kőkápolnát építetett a Szentkútnál, majd 1758-tól 1763-ig felépítette a mai kegytemplomot a kolostorral. 1782. július 17-én 6. Pius pápa a Szent Szűz minden ünnepére, valamint páduai Szent Antal és Szent Anna napjára teljes búcsút engedélyezett a kegyhelynek. Később 11. Pius pápa a búcsút az év minden napjára kiterjesztette. A kegyhely az 1920-as években virágzott fel újra, a fejlődést azonban a kommunizmus törte derékba 1950-ben elűzve a ferenceseket. Ekkor a diktatúra államosította a kolostort és szociális otthonná alakította, de a templom működhetett. Így 1970-ben 6. Pál pápa a kegytemplomot Bazilika Minor címmel tüntette ki. A bazilikában a zarándokokat egy fából faragott öltöztetős Mária a kis Jézussal kegyszobor vonza. A szűzanyának valódi emberi haja van, és mindkettőjük fejét korona ékesíti. A benne lévő felirat szerint 1851-ben adományozták. Talapzatának alsó felületén latin felirat található: Statua mir vera, vagyis ami itt áll, az valóban a csodatevő szobor.
2006-ban a Nagyboldogasszony búcsún Erdő Péter bíboros prímás Mátra Verebély Szentkutat nemzeti kegyhelyén nyilvánította, melyet állami és uniós pénzekből 2015-ig felújítottak és kiépítettek. Csak megjegyzem, hogy az első újítás az volt, hogy a tabernákulumot a szentély központi részéből kivitték, helyére széles keretben a kegyadományokat helyezték. A megújult szabadtéri oltár mozaik kompozícióját a szlovén Marko Ivan Rubnik, jezsuita teológus, mozaik művész készítette. 2016-ban a római Santa Maria Maggiore társbazilikává fogadta a kegyhelyet, ami Magyarországon egyedülálló búcsúkiváltságokat biztosít Szentkút számára. A fő ünnepe augusztus 15-én Nagyboldogasszony, de a főbúcsút megtartják az ünnephez legközelebb eső vasárnapokon is. Napjainkban évente 200 ezer zarándok látogatja a szentélyt. Ó, Szentkúti szűzanya, könyörög érettünk, és árasz szeretet lángott kegyelmi hatását az egész emberiségre.